tanulmányként tekinthető arra, hogy Erdélybe visszajárunk, mert Jobbágytelken voltunk először a népművészeti tagozatunk kihelyezett a ülésen, illetve válaszúton Kallusz Zoli bácsinál voltunk a tavalyi évben, és az idén pedig Gyimesbükre jöttünk el. Kóka Rózsika szervezésében harmadik éve rendeznek mesemondó versenyt. Tulajdonképpen ezt a versenyt, ezeket a gyerekeket támogattuk. Útközben a Mádéfalvi veszedelem helyszínét megkoszorúztuk, majd most nem olyan régen, épp az előbb átadtuk Szatyor Győző által készített haranglábát, ami ide Gyimesbükbe került. A 60-as évek végén, 69-ben jártam itt először Gyimesben, a legdühöttebb Ceausescu érában, és csak egyetlen egy patakon dolgoztam több éven át. Úgy érkeztem oda mindig, hogy rokon vagyok, és hogy úgy mondjam, elrejtőztem a patakon. 4 évvel ezelőtt a Lakatos Demeter Moldvai Csángó Egyesülettel Petrás Ince János évfordulót ünnepeltünk Moldvában. Gyimesből Salamon József plébánosot is meghívták, mivel ő Lúzi Kalagori születésű. És akkor épp egymás mellé kerültünk, meséli nekem, hogy olyan szomorú, mert itt vannak ezek a hatalmas ünnepségek, a csíksomlyói búcsúk másnapján, 10 000 ember is idejön, és ki kellene találni valamit, hogy ez a kultúra ne menjen vakvágányra, ami itt van a Gyimes völgyében. Egy kicsit megdöbbentem, hogy engem kér meg ilyenre, és azt mondta, hogy ő ismer engem, tudja, hogy mit csináltam, és gondolkodjam. És akkor találtam ki azt, hogy összeszedem azokat a népcsoportokat, amelyek mind a Mádéfalvi veszedelemkor születtek, és azoknak a képviselőiből összeállítok egy műsort. És így született meg a Mádéfalva gyermekei című előadásunk, amiben meghívtam a mádéfalviakat. Ott egy kórus működik, és őket, Magyarországról 30 bukovinai székelyt, több faluból is, és a gyimesieket, és elhívtam a pusztinai együttest, hiszen mi mind a mádéfalvi veszedelemkor és a veszedelem után születtünk. A Dani Gergely Általános Iskola Báko megye egyetlen magyar tannyelvű iskolája. Ez nem volt mindig így. 89-es változások után Deáki András kezdeményezésére szülői aláírással sikerült visszaállítani a magyar tanítási nyelvét, és azóta meg is őriztük. Óvodával együtt 250 gyerekünk van, de van egy alárendelt iskolánk Bükkbe, ahol 60 gyerek jár óvodásokkal együtt, és itt van 190. Csak Hargita megyében, Csíkszeredában, a Székelyudvarhelyen, Enyeden, Gyulafehérváron továbbra is magyarul tanulnak tovább. Ez ami nagyon fontos nekünk, hogy még nem volt rá példa, hogy itt 8. osztály után 9. osztályt románul folytatta volna. Közel van Csíkszereda, ezért tudjuk őket irányítani. Tanárok azok a falu szülöttjei 80%-ban. Ez nagyon jó dolog, hogy saját gyerekeiket, rokonokat, szomszédokat, barátai gyerekeit taníthatják. Nagyon sok országos rendezvényen veszünk részt, mivel Báko megyeként meghívnak. Részt vettünk a Van Váradon szervezett Mesék szárnyán, mesemondó versenyen, a Kányádi Sándor szavaló versenyen, Vidám versek mesemondó versenyen, matematika versenyen, most következik Sepsiszentgyörgyön lesz az öt tusa, tehát nem csak a szépen beszélőket, szavalókat, hanem még a sportolóinkat is megmozgatjuk. Tehát elég aktív életet élünk itt az iskolában. Állami iskola, de a Dani Gergely nevét viseli. Esperes volt, aki a 70-es években nem csak Gyimesbükkön templomot épített, hanem mikor román iskola volt itt, román tannyelvű, hittanóra keretén belül a gyerekeinket tanította magyarul írni, olvasni, ezért nem veszett el a nyelv. És úgy éreztük 89 után, hogy tiszteletből az ő nevét veszi föl. Katolikus gyerekek járnak ide, és vallásos gyerekek, tehát ünnepeken rövidített órákat tartunk, részt veszünk a szentmiséken. Minden reggel azzal kezdjük a napot, hogy az iskola folyosórán összegyűlünk,
és imádkozzunk, kérjük a Jóistent, hogy jó felelettel, tanulással bebizonyítsák a tudásukat a gyerekeink. Megkért a plébános, hogy meséljek az óvodákba, az iskolában, a hittanosoknak, az öreg papoknak, az öreg asszonyoknak. Tehát minden kis közösségét, ami itt volt, azt mozgósította, és végül is találkoztam mindenkivel. És arra döbbentem rá, hogy itt a gyerekeknek nincs magyar mesekönyve. Kitaláltam, hogy ha még egyszer jövök, akkor hozok könyvet. Összegyűjtöttem 1500 mesekönyvet, csak mesekönyvet a jobb fajtákból, és megkértem az igazgatónőt, hogy osszuk ketté ezt a könyvanyagot, és a könyvtárba tegyenek be egy csomót, és hadd adjak minden gyerek kezével egy mesekönyvet, hogy legyen otthon neki, amikor fel akar nyúlni a polcra, akkor vehesse le. Meghirdettük a első mesemondó versenyt, és olyan szép, hogy elindultam 40 ezer forinttal, és akkor mindig többen csatlakoztak hozzám. Mátyás király mesemondó versenyen annak az volt a címe, hogy Mátyás király neve napja februárban is volt. 106 gyermek mesélt, azután 100 volt a Benedek Elek mesemondó versenyen, és most pedig az volt a címe, vagy mottoja legalábbis, hogy László király Gyímesben, és itt 81 gyermek szerepelt. Szent László babolykül. Mikor a kő még lágy volt, akkor járt Szent László ezen a tájon, és itt verekedett a pogányokkal, akkor jávágyibes volt. Babolykő tetején most is látszik a nyoma. Úgy mondták az öregek, hogy az ellenség immár itt várta, amikor ideért. Ő az ellenséget kikerülte, s felment a babolykőre. Körülnézett, hogy elő nincs ellenség. Mikor leült a kőre, a két lábát letette, még a sarka helyes meglátszódnak. Látszik a fenekének a helyes. Ahol a lovával átment a sziklán, a patkónak a helyes látszódnak. Szent Lászlót erős kerítették a fogányok, mivel a kő lágy volt, nem erős tudott haladni, mert a lovalába beliragadott a kőbe. Mit tudjon csinálni? Felkapcsolta a kezeit, azt mondta, Uram, teremtő, a követ teremts tővé, s a földet földé. S akkor a Isten a követ tővé teremtette, s a földet földé. Na, többet sorsa élt a kő, mert keményedett. A nyomok ma máig is látszódnak. Nagyon örvendek a mai ünnepségnek, a mesemondásnak, és valóban gyönyörű volt végignézni ezeket a gyermekeket, a mesemondásukat, akár az óvodástól kezdve a felnőttekig. Azért is fontos ez, mert Gyimes Bükke kicsit maga elszigeteltségében, vagy akár a politikai leválasztásában, az utóbbi évtizedekben nagyon sokat veszített az értékéből, és hát ezeket mindenképpen fontos, hogy újból kicsit támogassuk és felszínre hozzuk. Ugyanakkor a templomról beszélve elmondhatjuk, hogy a 70-es években felkerült a falra ezek a népviseletes freskók, az egyház, akár az első áldozók, de az ünnepségek alkalmából beöltöztette a híveit, vagy előszedette ezeket a népviseleteket, és hát a templom falára is felfestették, mert szent, és valóban ezek a gyökereinket jelentik, az értékeinket jelentik, és akkor vagyunk igazán értékes, mondhatnám, tagjai akár a közösségnek, egyházunknak és a világnak, hogyha saját magunk értékeiben otthon vagyunk. Gyönyörű volt látni ma is a sok népviseletbe öltözött kis csángó gyermeket. Köszönet mindenképpen mindazoknak, akik ebben a munkában részt vettek, a pedagógusoknak, akik betanították, a közösségnek, akik lehetővé tették az ünnepséget.